Pénteken tartották az Érzelmek impressziója című kiállítás megnyitóját. Luthor Katalin saját verseit és slam poetry szövegeit adta elő. Magamnak megtartani csak egy kint fogok. A tárlatot Lukács Bíró Dorottya ajánlotta a közönség figyelmébe, aki maga is képzőművész, majd a kiállító alkotók mutatkoztak be röviden. Elmondták, a festés mindkettejük számára az önkifejezés egy formája. A minden érzékszervre ható megnyitót Borkóstoló és a budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium tanulóinak kortárs tánc bemutatója színesítette. Kevesen tudják, hogy az Arkaházi Szili kastélynak hangulatos padlása van. A kiállító művészek is a véletlennek köszönhetik, hogy megismerhették ezt a különleges helyet. Rögtön megszületett a tárlat ötlete, és némi rendrakás után alkalmi múzeummá varázsolták. Női és férfi energiák fonódnak egybe, a változatos színek és formák hatalmas vagy épp egészen apró vásznon jelennek meg, és mind-mind gazdag érzelemvilágról tanúskodnak. Az évek folyamán is sok fájdalom gyűjt is belém így az élettől. Abból alkotok jobban, abból merítek erőt, hogy abból adok ki, azt mondottam meg a világnak, hogy megértse az én fájdalomat. Részben. Balázs eredetileg szobafestőmázoló, Picasso, Pollock, Málevics és Kandinsky művészete hatott rá, autodidakta módon tanulja a művészetet. Minden érdekli, ami formabontó. Ildi pedig elsősorban kerámiával foglalkozik, idén áprilisban kezdett festeni, ami régi álma volt. Ez egy kihívás volt, főleg az önkifejezésnek a kihívása, ugyanakkor egy határtalan területnek érzem. És a színek és a formák ugyanúgy megjelennek, ezért gondoltam, hogy a vászon egy akkora felület, amit ezt ki is tudom adni. Közös alkotásuk fogadja a szemlélőt a padláson, ami nem kapott címet, de jól tükrözi mindkettejük stílusát. A fagerendák és kémények között sétálva egészen friss, nagyrészt idei képeket lehet látni, de szobrot és kerámia kompozíciókat is kiállítottak.